Sziasztok! Ezt a mesét Antalfi Anett küldi nektek a KNTH Gyógyvarázs Mesedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! Pólyáskát eladják, a mesém címe. Ebédig játszhattok a kertben, fiúk, de vigyázzatok, hogy fel ne keltsétek a pólyáskát, mondta anyu, és bement a házba. Pali Petire nézett, azután a gyermekkocsira. Borzasztó! Amióta a pólyás itt van, anyu más sem mond, csak ezt, hogy maradjunk csendben. És szeretném tudni, miféle rendes játékot lehet játszani egészen csendben. Úgy van, helyeselt Peti. És amellett annyi dolga van vele szegény anyunak. Hallottam, hogy múlt éjszaka is rémesen sírt. Mit gondolsz, talán nagy szívességet tennénk anyunak, ha elvinnénk valahová pólyáskát? Kérdezte Pali. És így fekete úrat, a fűszerest, nagy meglepetés érte aznap reggel. Két rózsás arcú kisfiú állított be hozzá. Kérem szépen, nem tetszik vásárolni egy pólyáskát? Miféle pólyás gyereket? Kiáltott fel fekete úr. Nagy Isten, hol van? Nagyon szép kislány, mondta Peti biztatóan. Itt van a ház előtt a kocsiban, és legszívesebben egy nagy üveg mézet kérnénk érte. Anyu nagyon szereti a mézet. Fekete úr mosolyogva ment ki a kocsihoz, a fiúk utána. Nagyon szép kis baba, mondta Pali, aki minden áron nyélbe akarta ütni a vásárt. Anyu nagyon szereti. Hát igen, nem mondom, mondta elgondolkozva fekete úr. Azt hiszem, megcsinálhatjuk az üzletet. Ebben a pillanatban a kis pólyás kinyitotta a szemét, és boldog nevetéssel belekapott Peti hajába. Peti kerekecske gombocskát játszott vele, mire még hangosabban nevetett. Pali nagyon nézte, és egyszerre gondolt valamit. Tudod, Peti? Azt hiszem, a pólyás mégis többet ér, mint a legnagyobb üveg méz, mondta habozva. Én azt hiszem, mégis inkább tartsuk meg. Azt hiszem, igazad van, mondta Pali. Nos, eladjátok a pólyást, vagy nem? Kérdezte fekete úr, még mindig mosolyogva. Nem adjuk el, kiáltottak egyszerre a fiúk. Köszönjük szépen a fáradtságot, és sietve tolták hazafelé a kiskocsit. Anyu elébük jött a kertbe. Nem ébredt fel a kicsi? Kérdezte anyu. Milyen kedves tőletek, hogy elvittétek kocsikázni? A két fiú elpirult. Egyszer felébredt, mondta Pali ügyetlenül. De azután megint elaludt, tudod, anyu, egészen helyes ez a kis pólyás. Anyu magához ölelte a két fiút. A világon semmiért oda nem adnám az én kicsikéimet, suttogta szeretettel. Egy üveg mézért sem? Kérdezte Peti. Még egy egész hordóért sem.